melplasztikához egy alapos kivizsgáláson vezet az út. A legfontosabb tájékoztatni a beteget egy konzultáció során, hogy például a herpes, ami ugye egy vírusfertőzés, az bármikor műtét után, akár évekkel később is, váratlanul egy hirtelen kialakuló bevizesedést, a cicinek a növekedését, bekeményedését, egy váladéktermelést okozhat, amire gyakorlatilag viszonylag könnyedén tudunk válaszolni, hogyha ezt előre tájékoztatjuk a pacienst, és elmondjuk neki, hogy ha herpeszes rohama van, akkor szedjen ennek megfelelő tablettát, és hogyha a tabletta védelmében történik a herpeszes roham, onnantól kezdve ez a szövődmény nem alakul ki. Ha meg kialakult, akkor ez viszonylag gyorsan megoldódik. Nagyon fontos felhívni a figyelmet vitaminszedésekre, ki kell hangsúlyozni, hogy milyen gyógyszereket lehet szedni, milyeneket nem javasolt szedni, illetve a műtétel kapcsolatos tájékoztatást alaposan át kell beszélni a pacienssel. Részemről mindig írásban tájékoztatom a pacienst konzultáció során, illetve a műtét előtt is. Ezek azért fontosak, mert ha többször beszéljük át ugyanazt az információt, akkor talán hosszú távon megmarad, és kevésbé alakulnak ki olyan nehézségek, amikre esetleg most fogunk beszélni. Mi a műtét utáni teendők sora? Első legfontosabb, amire az ember szeretné felhívni a figyelmet, hogy egy mellplasztika nem fáj. Bármennyire is furcsán hangzik, hogyha az ember megcsinál egy mellfelvarrást vagy egy mellnagyobbítást, akkor érzi a paciens, hogy történt egy beavatkozás, egy izomlásszerű feszülést, egy tompa nyomást, húzódást érez, de kifejezett fájdalmat nem. Mivel nincs fájdalom, ezért a hölgyek könnyedén elfelejtik azt, hogy átestek egy műtéten, és hamar, első egy-két héten belül egy rossz mozdulattal, kutyasétáltatással, egy takarítással bajt tudnak csinálni. Ezért szoktam felhívni a figyelmet arra, hogy az első 3 héten belül óvatos lábadozást kell csinálni, fizikai kímélettel, 2 kilónál többen nem terhelve a ciciket, akkor is, hogyha a cici nem fáj. Amire figyelnünk kell a műtét után, az, hogy kifejezetten a felső végtagra ne támaszkodjunk. Kicsi gyerekes anyukáknál felszoktuk hívni a figyelmet, hogy segítséget kell kérni, sajnos 0-24 órában, az első 3-4 hétben, mert a gyerekkel kapcsolatos számos teendőt, amit ugye kell tenni a hétköznapokba, az kerülni kell az első hónap során. A kötés, ami rajta van, az 1 hétig van rajta, addig ugye víz ne érje a melltartót, illetve a sebeket, felül lehet egy úgynevezett cicamosdás, alul lehet zuhanyozni, a melltartót 1 hétig kell folyamatosan viselni, 1 hét után vesszük le, és onnantól kezdve lehet egy kicsit kényelmesebben, akár oldalra fordulva aludni, illetve a másik az, hogy lehet zuhanyozni, érheti víz a sebeket, tehát egy picit könnyedebb lesz már az élet. Ahhoz, hogy a lehető legjobb eredményt érjük el, ahhoz külső segédlet kell, egy ilyen speciális melltartó viselése szükséges, ezt én általában 6-8 hétig javaslom, az első 1 hónapban éjjel-nappal, és a következő 1 hónapban napközben. Az első héten ezt nem lehet levenni, folyamatosan kell viselni, 1 hét után le lehet nyugodtan venni, ki lehet mosni, vagy aki akar, vehet egy másikat, és akkor tudja váltogatni, de ugyanúgy viselni kell, 1 órát lehet naponta melltartó nélkül, és ugyanúgy kell viselnie folyamatosan az első 6-8 hétben. Nagyon fontos hangsúlyozni a fizikai aktivitást, a sportot. A mai világban mindenki, amikor érzi, hogy nem fáj a cicie, már 3-4 hét után szeretne visszakerülni a gymbe. Én mindig elmondom, hogy ugyanúgy, mint egy lábtörésnél, ahol kap egy gipszet, 6-8 hét a gyógyulás, a szöveteknek a regenerációja, ugyanígy fontos az, hogy valaki 6-8 hétig vegye tudomásul, hogy ennek a mellnek, a kötőszövetnek, a szöveti regenerációnak meg kell történnie, tehát meg kell, hogy gyógyuljon. Ezt a 6-8 hetet mindenképpen érdemes megvárni, és utána is csak fokozatosan elkezdeni, lentről fölfelé, lábszár, comb, fenék, speciális sportmelltartóba az edzéseket. Hosszú távon, hogy minden nehézséget, rizikót, szövődményt próbáljunk minimalizálni, felszoktam hívni a figyelmet a mellizom edzés kerülésére. Én azt gondolom, sokan nem így vannak vele, hogy egy kifejezett nőies alkatnak nem biztos, hogy része egy erős mellizom, pláne, hogyha valaki átesik egy implantátum beültetésen, tehát hogyha valaki szeretne egy tartós eredményt, akkor én azt gondolom, hogy a mellizom kíméletét be lehet iktatni az életbe. Miért nem javasoljuk a mellizom terhelést? Azért, mert hogyha valaki rendszeresen, nem is túl nagy súllyal, de fizikailag terheli a mellizmát, azzal effektíve kiválthat egy nagyon pici tokvastagodást, esetleg tokosodást, tokzsugorodást. Vannak kifejezett olyan aktivitások, például a lovaglás, ami nem egy fizikailag megterhelő a felső testre, nem megterhelő sport, mégis azt látjuk, hogy gyakran alakul ki tokosodás vagy tokzsugorodás, a rázkódás a fizikai aktivitás miatt. Nagyon fontos,
hogy milyen heggel gyógyulunk egy műtét után. Ez döntően genetikai háttérrel rendelkező adottság, 75-80%-ban a szülőktől örökölt adottságunk az, hogy hogyan fogunk hegesedni. A hegesedés az egy hosszú folyamat, körülbelül egy olyan 12 hónapig tart, és kóros hegesedést látunk az esetek 3-8%-ában. Amikor megtörténik a varratszedés, ez általában 2-3 héten műtét után van, akkor E-vitamin szedését és a hegekre javító gél, valamilyen hegesedés segítő gél használatát szoktam javasolni, valamint fél évig UV-tilalmat, tehát hogyha valaki elmegy napozni, szolizni egy 6 héttel, 8 héttel a műtét után, akkor javaslom, hogy ragassza le a hegeket, a frissen gyógyuló sebeket, hogy az UV-tól tiltsuk és hogy az UV-tól kíméljük. Műtéti kockázatok. Megkülönböztetünk korai kockázatokat és megkülönböztetünk késői kockázatokat, valamint speciális kockázatokat. Általános műtéti kockázat korai, ilyen a gyulladás, sebfertőzés, gennyesedés, sebváladékozás, sebgyógyulási zavar, vérzés, véromlenképződés. Ha bármi olyan dolgot tapasztal valaki, ami nem normális, tehát hirtelen kialakul egy duzzanat, elkezd lüktetni a melle, kipirosodik, fölmegy a láza, éles fájdalom van, ez a fájdalom nem múlik, testhelyzettől függetlenül megvan, van, amikor egy tompa nyomóérzése van, akkor mindenképpen javaslom, hogy hívja fel a kezelőorvosát, és gyakorlatilag mi hamarabb egy kontrollra menjen el. Vannak késői kockázatok, késői szövődmények, ilyen például a kóros hegesedés, ilyen például egy késői folyadék vagy váladék termelődés az üregben, amiről beszéltünk, egy vírusfertőzés kapcsán, amikor mondjuk egy herpes után kialakul, évekkel a műtét után egy duzzanat befeszül a cici, bekeményedik, és gyakorlatilag valamilyen vírusfertőzés áll a háttérbe. Speciális kockázat a tokosodás, tokzsugorodás, ami nem más, mint az implantátum körüli belső hegnek, ennek a bizonyos toknak a megvastagodása, ezt hívjuk tokosodásnak, vagy a tok ráfeszülését tokzsugorodásnak. Az implantátum az egy steril, tiszta, semleges, de idegen anyag, és a szervezet nem ismeri föl sajátjaként, ezért egy vékony hártyát épít köré, egy ilyen folpak-szerű réteget, ez minden esetben kialakul. Ez nem csak a mellimplantátumnál alakul ki, ez kialakul a traumatológiai implantátumoknál, egy csonttörésnél, lemeznél, fogászati implantátumoknál, bárhol. Ha ez kialakult, utána a szervezet izolálta magától az implantátumot, tehát nem közlekedik, nem kommunikál vele. Ha és amennyiben ez elkezd vastagodni ez a tok, egy picit megváltozik a feszessége, akkor lehet érezni, hogy a cici keményedik. Ezt olyan tapintatnak érzik a hölgyek, mintha a válizmukat, tehát egy izom tapintatnak érzik az addigi puha melltapintatot. A tokzsugorodás pedig azt jelenti, hogy az implantátum körüli heg nem csak megvastagodik, hanem egy feszülő erő hatására rá zsugorodik az implantátumra, és ezáltal deformitást okoz, tehát látható, tapintható elváltozást okoz a mellen. Bizonyos sportokat, bizonyos gyakorlatokat, mellizomterhelés, fekvenyomás, mellhez húzást nem nagyon szoktunk javasolni. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy ha a szervezetben kialakul egy góc, bármilyen fülorgégészeti, fogászati, nőgyógyászati, urológiai, sebészeti góc, akkor onnan bacik kerülhetnek az implantátum felszínére, kialakítva egy biofilmet, ez a bizonyos biofilm kiváltja ennek a belső hegnek a vastagodását, kialakítva a tokosodást, tokzsugorodást. Ezért külön a konzultáción föl szoktam hívni a páciensek figyelmét a hosszú távú egészségmegőrzésre, és hogyha bármikor olyan krónikus panasz alakul ki, mint arcüreggyulladás, homloküreggyulladás, egy krónikus mandula, akkor mindenképpen javaslom azt, hogy vagy engem, vagy egy megfelelő szakorvost látogassanak meg, és oldják meg mi hamarabb, mert ha elhanyagolják ezt a gócos betegséget, akkor sajnos annak évek múlva is az addigi vajpuha cici tokosodása lehet az eredménye. Nagyon sok esetben például, hogyha valakinek már évek óta meglévő gócos mandulája van, szoktam javasolni, hogy először távolítsuk el a mandulát, és utána egészségesen végezzük el a cici nagyobbítását.